milyen módon működnek a képzések. Ugye minden szerdán és vasárnap van élő képzésünk, minden szerdán 6 órától 8:45-ig. 8:45-ig? 8:10-ig, bocsánat, igen. És minden vasárnap 5:30-tól 8:45-ig. És ez mindig így ismétlődik. Akkor a képzéseket igénybe lehet venni élőben a helyszínen, igénybe lehet venni az interneten keresztül, élőben természetesen, igénybe lehet venni felvételről, és ezek mind igénybe vehetők tévén vagy rádión, ami azt jelenti, hogy a tévé a sok internetet igényel, a rádió az alig igényel internetet. Tehát az se gond, ha valakinek kicsi az internet. Milyen? Hát sávszélessége, így van, köszönöm szépen. Tehát ugye az se gond. Akkor a képzéseink bárki számára elérhető áron történnek, de nézzük meg, milyen képzéseink vannak. Van 25 nagy témánk. Tehát ugye ezen a 10 területre vonatkozó 25 nagy téma, egy havi képzés az 30 óra. És a képzések azok talán már nincs is egy hónapos. Már 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hónapos képzéseink vannak egy témában. Az előző képzésünk az 2 hónapos volt, az a szeretet teremtő coach képzés volt, amit vasárnap fejeztünk be. Most vasárnap. Ma kezdődik a gyereknevelés coach, ami nem csak gyereknevelés, hanem az ember ismeretet kapjon arról, hogy mit szúrtak el a szülei az ő neveltetésében. És az ember tudja, hogy a szülei mit szúrtak el az ő neveltetésében, akkor tud tenni, hogy azt az elszúrást kiiktassa. Érted? És ez ki legyen iktatva. És ne egy elszúrt életet élj, hanem egy tényleg teljes életet tudjál élni. És 25 nagyon fontos témánk van, aminek az alapja, az alapok alapja, tehát 6 nagyon fontos alaptéma van a 25-ből, és van egy a 6-ból egy nagyon-nagyon fontos téma, az az etika. Etika, erkölcs, tisztesség, becsület, ami 4 hónapos volt. 4 hónapos, tehát 120 óra. Oké? Mert azt gondolják az emberek, hogy becstelenséggel előrébb lehet jutni. Hát óriási tévedésben van, aki így gondolja. Tisztességgel, becsülettel sokkal, de sokkal előrébb jut az ember. Oké? És körforgásos alapon működnek a képzéseink. Ami azt jelenti, hogyha valaki csinálja a képzéseket, akkor előbb-utóbb mindegyiket ugye meg tudja kapni. És ha valaki valamilyen képzést szeretne, ami a múltban lezajlott, akkor ezt visszamenőlegesen meg tudja venni. Tehát elég rugalmas a képzési rendszerünk, mennyibe kerül. Olyan árat találtunk ki, ami bárki számára elérhető legyen. Ez azt jelenti, hogyha visszaosszuk a havi képzés árát, akkor óránként 420 forint a képzés. Jó, nem a díjmentes, hanem a képzés. Az első hónap ettől eltérő, az első hónap az 660 forint. Tehát ma, ha megnézed, mit tudom, egy első osztályos gyereket nem tanítanak ennyiért. Több ezer forintért tanítanak óránként. Tehát ilyen képzések, mennyi a képzésünk értéke havi szinten? Tehát alsó hangon 200 ezer forint. Tehát 200 ezer forint értékű képzést tudsz kapni az első hónapban most akciósan 19.700 forintért, úgyhogy a második hónaptól 9.800 forint. 12.500 forint, bocsánat.
12.500 forint a tandíj. Jó? Havonta. Egy képzés az szemináriumtól szemináriumig tart, tehát a szemináriumot követő szerdától indul, és a szeminárium a befejezése egy hónapnak. Az azt jelenti, hogy 12 szemináriumunk van, az egy egynapos képzés. Tehát az nem egy esti képzés, hanem az egy vasárnapi egynapos képzés, az egyik vasárnap helyett minden hónapban egyszer. Az a legfontosabb rendezvényünk. Azon ugye sokkal többen vagyunk személyesen jelen, hiszen egy nagy-nagy teremben vagyunk.